Nos, megyünk tovább a millás reggelével. Itt a 90.9 jazzin belenéztünk a lapokba, ki mivel foglalkozik. Hát... Euh... Kérlek szépen, világgazdaság címlap euh, azt írja például, hogy euh, rekordszinten a vállalati hitelállomány, új rekord, az éves összehasonlításban 5,5 kal 9527 milliárd forintra bővült ez a mutató. Az egyes lejáratoknál ugyanakkor nagyon nagyok a különbségek, írja a lap. Az állomány alakulása szempontjából a hosszú lejárató hitelek egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a portfólióból. A jó teljesítményben a járvány hatásait csillapítani hivatott ösztönzők is jelentős szerepet játszottak. Ezt az NHP hajrá példának okáért aztán a Portfolio.hu megnézheti, aki nem várja meg a tőzsdenyítást, és azt, hogy hogyan reagálnak a befektetők a Richterre, vagy mit mondanak a szakértőink, uh, olvashatnak a gyors jelentéséről a Portfolio.hu-n. Fekete Beatrix kolléganő valószínűleg fennmaradt, és, uh, és úgy uh, dolgozott az elemzésen, mert 3-4 kor publikálta. A Richterről szóló írását, amelyben azzal kell szemmesülnünk, hogy minden tekintetben az elemzői konszenzustól elmaradó első-négy éves számokat közölte Richter. Így nehéz lesz ma egy szép nyitással megörvendeztetni a befektetőket. A konszenzus alapján 147,9 milliárd forintos árbevételt vártak a befektetők, ez 5%-kal marad el a bruttó fedezet szintén 5%-kal alacsonyabb a konszenzusnál, az üzemi eredmény pedig 24,4 milliárd forint lett, ami csak nem 13%-kal múlta alul az elemzői prognózist. Aztán, kérem, Kérem szépen népszava címlap, két egészségügyi hír viszi a prímet, elöntik az EU-t vakcinák, az az egyik felpörgött az oltási kampány az EU-ban, a gyártók számottevően növelik a szállításaikat, ez az EU portói szociális csúcs derült ki, májusban 150 millió adag oltás érkezik, júniusban pedig 190 millió, ezzel teljesíteni lehet a célt, hogy júliusra felnőtt lakosság 70%-át beoltsák, Uh, von der Leyen az Európai Bizottság elnöke bejelentette, megállapodtak a Pfizerrel, hogy 1,8 milliárd adag vakcina fog érkezni az Európai Unióba 2022 és 2023-ban. Aztán a másik hír a Népszabad címlapjából a Végtelen Várólisták címet visz viseli. Egyre hosszabbak a COVID-járvány okozta leállások miatt a várólisták. Az intézményekben az elmúlt egy évben a szokásos betegforgalom az ötödére csökkent, azaz négy ötödnyi ellátási deficit keretkezett. Mindenek ellenére várhatóan továbbra, és csak a legsürgősebb eseteket fog Adják, majd a szakrendelők és a kórházak. Egyelőre túl sokat várnak el az ágazat irányítói az ellátóktól ahhoz, hogy teljes lendülettel az elmaradások ledolgozásába kezdjenek, egyidejűleg kell fokozni az oltási tempót, ugyanis és változatlan kapacitással fenntartani a Covid részlegeket, szabadságra engedni az orvosokat és nővéreket, akiken ugye most egy kicsit talán enyhül a nyomás, és emellett kell újraindítani a lakossági ellátást. Mindenre nincs elég ember és kapacitás. Igen. Uh, Nézzegetem az m 4hu egy izgalmas cikk, de sajnos regisztrációhoz kötött a folytatás. <laughs> Tényleg, pedig kíváncsi lennék, mert arról szól, hogy ilyen az, amikor Kína tesz egy szívességet, aztán két cserébe valamit, ugye, mivel talán hát elég érintettek vagyunk az ügyben, jó lenne megnézni, hogy milyen az, amikor nem az optimális forgatókönyv jön be, uh, hanem uh, a közös együttműködésnél egy rosszabb forgatókönyv valósul meg. Ez ugye már csak azért is lenne fontos, vagy fontos ezzel tisztában lenni, mert Magyarország Budapest, a Budapest-Belgrád a felültásával és a Fudan Egyetem betelepítésével is eléggé elkötelezettje lesz Igen. a kínai államnak a hatalmas kölcsönök felvételen keresztül. Na figyelj ide, viszont a Magyar Nemzet színlapján van egy érdekes hír, ami Budapest rovatunkba is átcsónakázhatunk. A főváros fiókba tette a Gödölői Hév és a kettes metró összekötésének tervét, azonban a Fideszes vezetési körületek kezdeményezésére az állam micsoda lépés épp időben vett át a beruházás menedzselését egy uniós forrásból rá lehet majd úszni ennek megvalósítására. A beruházás révén 2025-2026-ra ígérik ennek a befejezését. 25 perc alatt lehet majd gödöllőről a Deák Ferenc térre bejutni. Ez Az kicsit igen. rövidnek tűnik. Igen. Na jó, nálad van még valami? Mm, más nem, ami így érdekes lehet. Oké, akkor zenélünk, és megnézzük a tősdeik teljesítményét, a múlt heti teljesítményét, hogyan fejezték be a hetet, pénteken mi történt a budapesti értéktősdén, Európában, Amerikában, és arra is rákukkantunk, hogy most hajnalban mi történik Ázsiában.